a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, második mérkőzését is megnyerte a Parkházban a Falkó, és azok után, hogy elvesztették együtt kulcsjátékosukat, komoly védekezésben mutatva, Debrecenben is nyerni tudtak. Milos Markovat kérem, hogy értékelje a találkozót. Coach, even after losing your one of your key players in the first game, you managed to came up with a very strong defensive game in this game too, and you managed to win confidently. What was the key for that today? Listen, from the first day when we start this season, our coach here in Falco, we try to prefer to defense, lead the team, and to care manage the game. And when we lost one player now in the rotation, I tried to explain and we was just focused on this, how and on which direction we can play defensively, because our goal is more or less same. I am very, very proud also like some young guys who come in the rotation a little more to follow this plan, but I think again to with the defense we deserve more or less in the second half 29 points to receive it. This is really amazing and I am very proud of my team. Mióta Milos Kanakova a Falco edzője, azóta a csapat egyértelműen a védekezésre fókuszál, a védekezést tartja kulcsnak a mérkőzések megnyeréséhez, és ugyan valóban egy nagyon jó védőjátékos vált ki Zach Brown személyében, ettől függetlenül a csapat célja ugyanazok maradtak, a védekezésnek kellett megnyerni ezt a mai találkozót is, és összességében nagyon jó munkát végeztek ezen a téren, hiszen a második fél időben összességében 29 pontot kaptak, ami egy impresszív számadat, pláne idegenben, és annak is nagyon örül a vezetőedző, hogy néhány fiatal játékos is aktív és hasznos tagja tud lenni a rotációnak, és összességében nagyon büszke a csapatára. Köszönöm szépen! A találkozó például a harmadik negyed elején megmutatott védekezésnek volt köszönhető, hogy nyert a Falco, hiszen akkor kaptárcián kaptat okosokat Ákos. Ezen kívül te egyenileg is jól érte, 3-3 pontos is dobtál, bár volt már ilyen, de azért nem minden nap dobsz 3-3 pontos, vagy láttad a mérkőzést? Hát 3-kor 3-at dobtam, ráadásul egy túlmerődés van, próba se volt. Igen, nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült kérnünk ebből a rossz szituációból, hogy elveszítettük egyik legjobb védőjátékosunkat. Nagyon összeállt a csapat, nagyon hajtottunk azért, hogy meglegyen ez a győzelem. Ugye az első félidőben nem nagyon dobtunk semmi se a Debrecen 3-ast, ebből azt látszik, hogy kicsit görcsös volt ez a meccs, még ez miatt is volt szerintem egy kicsit kevesebb pont. De lényeg az, hogy a végén sikerült bedarálnunk a Debrecent, és nem tudtak mit kezdeni ezzel az agresszív védekezésünkkel. Köszönöm szépen! Sok sikert! Really a lot to give support, and on the end, I just was questioning how the players react because of the situation of the Zach, and they really want to play this game, and we are very happy because also we play this game for Zach, and I'm happy because of that. A vezetőedző azt is hozzátette, hogy természetesen szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik nem mindennapi távolságot tettek meg azért, hogy itt lehessenek ma Debrecenben. És nagyon kíváncsi volt a találkozó előtt, hogy a csapat hogyan fog reagálni az Ebram kiválására, és a csapat nagyon-nagyon motiváltan lépett pályára, ez látszódott az első perctől kezdve, hiszen kiesett társukért, hogy az Ebramért is küzdöttünk. Köszönöm szépen!